a rendező Erős Lajos iskola fiú és leány futballcsapatai mellett a Szerepi, a Bucsai, valamint a Petri telepi iskola diákjai vettek részt ezen a hagyományteremtő első alkalommal megrendezett villámtornán. A Gellér Sándor sportcsarnok műfüves pályáján a fiúk, míg a benti küzdőtéren a lányok kergették a labdát. És hogy miért pont ez a négy iskola képviseltette magát? Nekünk pedagógusoknak, testnevelőknek egy nagyon jó szoros kapcsolatunk volt a régmúltról, és most, hogy hazakerültem Püspökladányba, így ezek a kapcsolatok megmaradtak, és hívtak bennünket ősszel tornákra, a Szerepi kollega, aztán legutóbb voltunk Bucsán Rákóczi kupán, most pedig mi visszahívtuk őket. Ez egy négy csapatos villámtorna, Főnix kupa névre hallgat, mivel az Erős Lajos kupát azt télen szoktuk megrendezni, így az iskolánk jelkép a Főnix madár, és erről kapta ez a torna az elnevezést. Négy iskolának a fiú és lány csapatai érkeztek meg ide hozzánk Püspökladányba. A lányok azok bent a sportcsarnokban játszanak, a fiúk pedig kint a műfűvön. Előző iskolámból Szabó László igazgató úr hozta a Szerepi csapatot. A Bucsai Általániskolában egy ladányi úriember, Bújdosó Attila a testnevelő tanár, és vele van ilyen jó kapcsolatunk, illetve a Peritelepi iskolával mi együtt szoktunk általában itt a pénteki napon a csarnokban órákat tartani, így aztán Laci barátomat is meghívtuk a csapataival együtt. Tudunk osztani érmet az első három helyezettnek, kupát nyer a lány és a fiú kategóriának a bajnoka, illetve külön díjaink is vannak. Legjobb játékos, legjobb kapus és a gólkirályt is tudjuk díjazni mind a két nemben. Ahogy mondani szokták, a körmérkőzéses villámtorna elérte a célját, hiszen úgy a fiúk, mint a lányok jó kis meccseket játszottak egymással, kint is, bent is sok gól esett, s valamennyi gyerkőc jól érezte magát ezen a délelőttön. A torna győzelmet végül mindkét nemben a házigazda Erős Lajos iskola alakulatai gyűjtötték be, akik ezzel itthon is tartották mind a két kupát. Mögöttük a második helyen, a fiúknál és a lányoknál is a Bucsai II. Rákóczi Ferenc általános iskola gárdái végeztek. A harmadik helyet a fiúk mezőnyében a Szerepi, míg a lányoknál a Petri telepi iskola csapata szerezte meg. A külön díjasok közül mindkét gólkirályt a rendező Erős iskola adta Lukács Vanda és Boros Botond személyében. A legjobb játékosnak a Bucsai Farkas Vanessa, illetve a Szerepi Szabó Lajos bizonyult, míg a legjobb kapusnak a Szerepi Horváth Vivient, valamint a Bucsai Olá Kristófot választották meg.